Kemenes Szabolcs vagyok, és nézzétek ti is a Zeneshow TV-t. Két győzelem, két döntetlen. Eddig ez a mérlege a Budapest Honvéd labdarúgó csapatának a téli felkészülési időszakban. A csapatot azonban jócskán sújtják sérülések. A játékosok jól dolgoznak, a fiatalok versenyhelyzetben vannak és jó teljesítményt nyújtanak, de nehezíti a helyzetet, hogy most körülbelül 15 játékos küzd egyéb problémákkal. Ezek nem izomsérülések, hanem térd, boka vagy egyéb problémák. Négy felkészülési mérkőzésen 4 gólt szerzett a Honvéd fiatal támadója Daru Bence. Akár ő is lehet a kispestiek egyik meglepetés embere a tavaszi szezonra. Egyrészt nagyon örülök, hogy ilyen jól sikerültek az első mérkőzéseim, a góloknak különösen, de én továbbra is fejlődni szeretnék, és még mindig úgy gondolom, hogy mezőnyben sokat kell fejlődnöm, mert szerintem a modern fociban az én posztom fent a csatár igen fontos, és szerintem nem csak a gólokkal kell kitűnni, hanem a megtartott labdákkal, a előkészítésekkel, úgyhogy én szeretnék továbbra is fejlődésben maradni. A 9. helyen telelő Honvéd kapusa Kemenes Szabolcs nagy lehetőséget lát fiataljaikban. Bence egy nagyon jó alapanyag, tehát ő belőle tényleg lehet egy olyan jó középcsatár, aki kell ennek a Honvédnak. Én továbbra is Vécsei Bálintot látom az egyik legnagyobb potenciális játékosunknak. Hát nem lehetne jött szóba ugye olyan csapatoknál, ahol. Hogyha itt marad velünk még erre a fél évre, akkor nagyon nagy erősítés lesz. Azt gondolom, hogy ő tényleg egyre érettebb játékossá válik így mérkőzésről mérkőzésre. És valóban például Daru Bencét ki lehet emelni, Prosser Damit is ki lehet emelni, Lőrinci Attilát is kiemelném. Nagyon sok olyan ügyes, tehetséges játékosunk van, akik mérkőzésről mérkőzésre jobbak, rutinosabbak lesznek, és biztos, hogy erősítései lesznek ennek a csapatnak. A Honvéd legnagyobb fogása az egyszeres olasz válogatott Emiliano Bonanzoli. Ám a szurkolók csupán két edzőmérkőzésen láthatták pályára lépni, hiszen a csatár kisebb sérüléssel bajlódik. Az együtteshez csatlakozott még az ősszel kölcsön adott saját nevelésű játékos Kapacina Valér, de Marco Rossi még igazolna támadó posztra. Jelen pillanatban csak egy belső védő van a csapatban, akinek még nincs szerződése. Ezen kívül nem lenne baj, ha még tudnánk egy támadó játékost igazolni, mert nem tudjuk, hogy Vernes vagy Hollander mikor fog felépülni. A Budapest Honvéd itthon készül a tavaszi szezonra, nem utaznak külföldi edzőtáborba. Akik itt a Honvédnál dolgozunk, nem azok vagyunk, akik folyamatosan a kifogásokat keressük. Természetesen jó, ha minél jobb körülmények között tud egy csapat felkészülni, de a Honvéd tulajdonosa egy nagyon egyenes, nyílt ember. Ő megmondta, ha lesz arra keret, akkor utazunk, ha nincs, akkor nem. Próbáljuk kihozni a lehető legjobbat az adott szituációból, de addig abból főzünk, amink van. Így Marco Rossi együttese 7 itthoni edzőmérkőzéssel, közöttük román harmad és szlovák másodosztályú ellenféllel is megküzdhet.